Napelemek a tetőn és megújult világító testek a polgármesteri hivatal irodáiban, ezek a leglátványosabb részei annak a felújításnak, amelyet szombaton adtak át szorgalmatosan. A korszerűsítés keretében nem csak energetikai munkálatokat végeztek, hanem könnyebben elérhetővé is tették az önkormányzati épületet sikerült felújítanunk a polgármesteri hivatalunkat, amelynek keretébe akadálymentesítést végeztünk, világítás korszerűsítést, fűtés korszerűsítést, és az épület szigetelése is megoldódott. Azon kívül 6 kilovatnyi napelemes kiserőművet létesítettünk a tetőn. A beruházás jelentősége, hogy az energetikai korszerűsítéssel működési költséget takaríthat meg az önkormányzat, mondta el a szalagátfágást követően a térség országgyűlési képviselője. Vinnai győző hozzátette, szorgalmatosan számos fejlesztés zajlott az elmúlt években is. Egy élhető település, valamivel több mint ezeren napnak, van egy passzív orvosi rendelője, néhány éve adtuk át, nincs rezsiköltség, van egy helyi piac, ahol lehet találkozni, meg lehet beszélni az ügyeket, sőt, az áruk is gazdát cserélnek. Ö, rendben vannak az utak, rendben van az iskolája, az óvodája, ami gondot jelent, tulajdonképpen a magyar falvakban tudnak majd pályázni orvosi eszközökre, de leginkább a szociális ellátórendszer fejlesztése, amiben gondolkodunk, hiszen van több nyugdíjas idős család vagy idős ember a településen, és nekik akarjuk a szociális ellátórendszert fejleszteni. A településen minden évben május végén tartják a házfa ünnepet, még Dezsőfi gróf ültette azokat a fákat, amelyek a történelmi család birtokán találhatók. A kulturális és közösségteremtő ünneprésen a fellépünk mellett gasztronómiai érdekességekkel és szórakozási lehetőségekkel is találkozhattak a kilátogatók.